Néhány előző videómban már szóvá tettem a romániai egyes magyar nyelvű tévék úgymond tömegtájékoztató fogásait, illetve azt a tényt, hogy a mélyen tisztelt nézők figyelmét féligazságok közlésével próbálják a valós tényekről elterelni. Nem volt ez másképp az elmúlt napokban sem, miért is lenne, amikor közölték a pápa látogatás mozzanatait percről percre. Hallgassuk meg! Részletesen ismertették egy Bukarestben rendezett sajtótájékoztató keretében Ferenc pápa május végi, június eleji romániai látogatásának programját. A pápa a történelem során először az erdélyi magyar katolikus közösséget is felkeresi. Tehát ne legyenek illúzióink a pápa látogatással kapcsolatban. Összentsége Romániába látogat, és állítólag az erdélyi magyar katolikus közösséget is felkeresi. Percre pontosan ismertették a romániai pápa látogatás programját a látogatást előkészítő bizottság tagjai. Ferenc pápa nem az első katolikus egyházfő, aki Romániába látogat, de második János Pál látogatása idején még nem voltak adottak a feltételek, hogy a Szent Atya Bukaresten kívül más helyszíneket is felkeressen. Ez most megváltozott. Valóban, és ez az állítás akkor lenne valós, ha a bukaresti Jászvásári főegyházmegyék, valamint Balázshalva mellett meglátogatná a Gyulafehérvári egyházmegyét, régi nevén Gyulafehérvári püspökséget is, hiszen valójában ez az erdélyi magyar katolikusok központja, amint a térképen is látható. Hát igen, második János Pál idején nem voltak adottak a feltételek. Mégis milyen feltételekről van szó? Most felkeresse az ország különböző katolikus közösségeit, a román etnikumú, latin rítusú és liturgikus hagyományú közösségeket, a magyar etnikumú, latin rítusú közösségeket, és a látogatás Balázsfalván fejeződik be, ahol a Szent Atya a görög katolikus egyház híveivel találkozik. A program szerint Ferenc pápa május 31-én érkezik Bukarestbe, ahol Klaus Johannis államfő, a nuncius és a romániai püspökkari konferencia fogadja. Az államfővel folytatott megbeszélést követően a Nemzet Megváltása katedrálist keresi fel, majd a Szent József katolikus katedrálisban mond szentbeszédet. Másnap reggel Bákóig repül, ahonnan helikopter szállítja Csíkszeredába. A csíksomjói szentmise 11 óra 45 perckor kezdődik. Sfânta liturghie se va celebra pe dealul Șumuleului. A szentmisét a csíksomjói nyerekben celebrálja. Ott, ahol már nagy hagyománya van a szentmise bemutatásának minden évben a pünkösdi ünnepségen. A csíksomjói nyerek hatalmas katedrálissá változik erre az eseményre. A szentmise latin nyelven zajlik. Isten üzenetét román és magyar nyelven tolmácsolják a híveknek. Innen Ferenc pápa helikopterrel utazik Jászvásárra, a moldvai katolikus püspökségre. Bukarestben éjszakázik, majd másnap Balázsfalvára látogat, az itt székelő görög katolikus püspökséghez. Aznap délután a nagyszebeni repülőtérről utazik vissza Rómába. Mint ismert, azoknak, akik élőben szeretnének jelen lenni a csíksomjói szentmisén, regisztrálniuk kell. Ezt március 31-éig a pontifex.ro honlapon tehetik meg. Az országon belül ugye repül Csíksomjóra, megy Jassiba, majd Balázsfalvára, ahol a görögkatolikus közösségen belül, mozzanat. Ott igen. Ráadásul vértanú boldoggá avat, tehát azért ez egy óriási horderejű dolog. És azon kívül, tehát a pápa számára mindig nagyon fontosak a peremre szorított, vagy került, vagy szorult emberek. Balázsfalván romákkal fog találkozni. És ez, én úgy gondolom, hogy lehet, hogy egyesek számára, ez, vagy egyesekben ez megütközést vált ki. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon szép gesztus és jel arra, hogy a társadalomnak igenis figyelnie kell minden rétegére, és különösen nekünk, akik ugye egy kisebbség vagyunk, és nagyon hadakozunk, hogy a kisebbségi jogaink, más típusú kisebbségeket én úgy gondolom, hogy nem nagyon illik nem elfogadni. Ami a balázsfalvi látogatást, illetve boldogávatást illeti, valóban nagy horderejű, mint ahogy a hölgy is fogalmazott, azonban úgy gondolom, őszentsége méltóságán egy hajszálnyi csorbát sem ejtett volna, ha a gyulafehérvári püspökségre az erdélyi katolikus magyarok központjába is ellátogat, és Mártonáron felől érdeklődik, hiszen Balázsfalva és Gyulafehérvár között a távolság csupán 35 km, légiúton még kevesebb.
A cigányokkal kapcsolatosan a hölgy nagyon elvetette a súlykot, meggondolatlan, szerencsétlen, az erdélyi magyar kisebbség címére tett kijelentése váltott ki bennem megütközést. Ahelyett, hogy a magyar kisebbséget utasítaná rendre, mondván, hogy más kisebbségeket, esetünkben a cigányságot nem illik nem elfogadni, inkább a székely szimbólumok betiltásáról a székelyföldi prefektusok által, a székely zászló használatáért kiállított büntetésekről, valamint a magyar ellenségéről elhíresült perelőbajnokról, Dante Nászéről beszélt volna. Persze mindenhez egy kis nemzeti öntudat is kell a bátorság mellett. Csak arra gondolhat a kisember, hogy valójában mindez többnyire a romániai centenáról szól, nem az erdélyi katolikus magyarokról, Csíksomlyóról. Nagyon úgy tűnik, hogy ez is egy jó politikai húzás a román kormánynak, porhintés a világ fele. Íme a kisebbségben élő romániai magyaroknak minden jog megadatik. Románia egy mintaország, ami a kisebbségi jogokat illeti.